Egyre többen igénylik az új típusú személyigazolványt, amely egyesíti a TAI és adóazonosító kártyát, és elektronikus aláírásra is használható. Fónagy János, a kerület országgyűlési képviselője hétfői sajtótájékoztatóján kiemelte, január 1-től számos bürokrácia csökkentő intézkedés lépett életbe, ennek keretében pedig több okmány kiállítása is díjmentessé vált. A cél az, hogy egyszerűbben, gyorsabban lehessen Magyarországon ügyeket intézni. Ez segíti, hogy az idén már 270-re emelkedik a kormányablakoknak a száma, ahol kényelmesen, gyorsabban, gyakorlatilag egy helyen tudják az állampolgárok ügyeiket intézni. Több igazolvány elkészítése ingyenes lesz, így díjmentes lesz többek között a jogosítvány első alkalommal történő kiállítása, a diákigazolvány, a személyigazolvány és a lakcímkártya kiadása is. Fónagy János az idei év legfontosabb változásai közé sorolta, hogy a személyi jövedelemadó áfája 15%-ra, a sertés húsé 5%, a lakásépítések általános forgalmi adója pedig szintén 5%-ra mérséklődött. A képviselő kiemelte, a 2015. júliusában bevezetett családok otthonteremtési kedvezménye 2016-tól még kedvezőbb feltételekkel igényelhető. A három vagy több gyermeket nevelő családok például 10 millió forint visszanemtérítendő állami támogatást is kaphatnak, ha új lakást vásárolnak vagy építenek. További 10 millió forintos állami támogatású, alacsony kamatozású hitelt is igényelhetnek, megjegyzem, hogy a fizetendő kamat mértéke itt nem haladhatja meg a 3%-ot. Fónagy János arról is beszélt, 2016-tól megkezdődik az új közszolgálati életpálya modell bevezetése, amely elsőként a járási hivatalban dolgozókat érinti majd. Egyesével bontják le a kőlapokat a déli pályaudvar melletti 5 emeletes üzemi és irodaépületről. A MÁV azért látott neki a bontásnak, mert a 40 éves épület burkolata több szakértői vizsgálat alapján is balesetveszélyesnek minősült. Számolt be a Vasúti Társaság szóvivője. Épület szerkezet és konstrukciós hibák miatt ugyanis mozognak ezek az 3 cm vastag kőlapok. Ezeket lokálisan már nem lehet javítani, a visszarögzítésükre igazából stabilan, megbízhatóan már nincs lehetőség, ezért inkább úgy döntöttünk, hogy az egész épületnek a 2400 négyzetméternyi felületét lebontjuk. A bontást ipari alpinisták végzik szakaszokban. A teljes homlokzat bontása várhatóan 2 hónapig fog tartani. A hészerkezet eltávolítása is további vizsgálatok után az épület új burkolatot kap majd. A bontás idején a pályaudvar vasúti forgalma zavartalan lesz, de átmenetileg lezárják az első peront. Az utcai front bontása alatt a járda érintett részén védőtető és palánk segítségével folyamatosan biztosítják majd az üzletekbe, irodákba való bejutást. A Hattyúdal, a Bors és még rengeteg emlékezetes filmszerep, illetve színházi alakítás fűződik Sztankai István nevéhez. A Nemzet Színésze címmel kitüntetett Kossuth díjas és 2-szeres Jászai Mari díjas magyar színművész, egyebek mellett a Nemzeti Színház, a Madách Színház és a József Attila Színház társulatának tagja volt. Sztankai István hosszú ideig lakott a Hegyvidéken. A képviselőtestület legutóbbi ülésén arról is határozott, hogy emléktáblát állít a művész egykori lakóházánál. Aki a kerületünkben a Városmajor utca 10 szám alatt élt, még akkor szeptemberben döntött a képviselőtestület arról, hogy egy emléktáblával szeretnénk megemlékezni róla. Azóta egyeztettünk a családdal, egyeztettük az emléktábla szövegét, illetve az avatás időpontját. Az avatás időpontja előre láthatólag február 14-én, vagy ahhoz közeli időpontban lesz a család kérésére. Az előterjesztést egyhangulag fogadta el a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete.